mikrorégióból, ahol mi lakunk, tehát hogyha a térképen be tudják azonosítani a Bodrog köz, tehát ez a Bodrog köznek az északi felső peremvidéke, az úgynevezett Ungvidék, ami 16 települést számlál. Ez egy mikrorégió, és ezek a dalok, amik most elhangzottak, ezek ebből a mikrorégióból születtek. Tehát ezek a szomszéd települések, olyan dalok vannak benne, ami a szomszéd település, azon a település, arról a településről, ahol én is születtem. Tehát ezek nagyon kedves népdalcsokrok nekünk, illetve népdalok, amiket már nagyon régóta játszottunk. Tehát az előbb elhangzott egy ungvidéki népdalcsokat, és most is egy olyan következik, amit szinte a kezdetektől fogva, tehát 23 éve már játszunk. És még tényleg utolsó mondatként engedjék meg, hogy külön szeretném megköszönni a zenekarunk beugrójának, hogy most beugrott tényleg közénk, mert az egyik tagunk kiesett, és gyakorlatilag 10 perccel ezelőtt próbálta el először ezt a csokrot, amit most itt együtt önöknek előadtunk. Úgyhogy biztosuk meg őt egy nagy tartal, és még egyszer megköszönjük, hogy beugrott. Hát fogadják tőlünk szeretettel a következő csokrot is. Thank you.
Sikerült itt összegyakorolni ezt a két csoprot, mert még soha nem játszott velünk, tényleg most 10 perc alatt vagy 5 perc alatt próba előtt. Úgyhogy most egy kicsit így rögtönözni fogunk, de remélem tetszeni fog ez is. Ez is egy felvidéki lesz, bár ez nem a szűkebb régiónkból, ez egy picit odébb van, tehát egy csalóközi népdal csokor lesz, ha sikerül eljátszani.